Ugyan hivatalosan már vége a nyárnak, ma is akár 30 fok felett is lehet a hőmérséklet. Sokan kihasználják a jó időt egy utolsó strandolásra. A szeptemberi kánikula miatt még több mint 100 strand várja a hűsölni vágyókat. A jó idő miatt az ország több pontján rendeznek szabadtéri programokat, például lekvárfőzés, futóverseny és horgászbajnokság is van a hétvégén. Van, aki a vízben, és olyan is, aki a napfényben fürdőzött a Balaton partján. Most még egy kicsit lehet nyaralni, kicsit lehet pihenni, kicsit még lehet fürödni. Az ősz második hétvégéjét sokan kihasználják még egy utolsó nyaralásra. Az ország több pontján ugyanis a hőmérséklet eléri a 30 Celsius fokot is. Kicsi koromtól kezdve Balaton imádó vagyok, és ameddig lehet, itt vagyunk. 2, 3, 4, 5. Szuper, tök jó. Nagyon ügyesek vagyok. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának szombati nyílt napján Alsóőrsön bárki kipróbálhatta magát vízimentőként. Nagyon jó ez a vízimentő nap, mert igazából mindent megtudunk, hogy kell csinálni, hogyha valaki bajban van. Hát itt ül a kapitány. Ez szokott a legérdekesebb lenni, nem? Igen. Bemutatjuk azokat a technikákat, amit évközben használunk, vizen is van hajunk, és hát azért nagyon sok gyerekprogrammal is készültünk. A kánikula miatt sok strand hosszabbította meg nyitvatartását, és országszerte számos szabadtéri programot is szerveztek. Például Makón, ahol a legkitartóbbak egy 24 órás horgászbajnokságra nevezhettek be. Nyár végig is peca, családdal ide kijöttünk, itt leszünk éjszaka, és fel fogjuk állítani a sátrat. Hát egész éjszaka szeretnénk igazából kint lenni. Szilvágyon a kulináris programok rajongóit várták a Göcsei Szilva Fesztiválon. Idén 14. alkalommal rendezték meg az eseményt. Ez a falu legjelentősebb programja. Ezért a fiatalok és az idősek is lelkesen készülnek rá évről évre. Mindenképpen a gyerekeinknek is szeretnénk átadni ezt a hagyományt, és bízunk benne, hogy ők is ugyanígy fognak ehhez ragaszkodni, mint ahogy mi. Ez már Zalaegerszeg, ahol országos tájfutó bajnokságot rendeztek. Az eseményen több mint 1000 sportoló mérte összetudását. Minden kategóriában különböző pályán futnak a döntőben a bajnoki aranyérmekért, és a pályákról talán annyit, hogy reméljük, hogy figyelős, technikás és gondolkodós lesz a számukra, ez mellett pedig nagyon gyors tempóban kell teljesíteni a versenytávot. Az előrejelzések szerint a jövő héten véget ér az indián nyár, és jelentős lehűlés várható.